Nein, ich drehe mich nicht aus jedem. Okay, aber Tschukka beiseite. Az ember a saját szavát beérti. Na és mi ez itt az étlapon? Coupe de ciel à la esplanade. Hm? A ház specialitása. Rákpásté, tomananász és áfonya mártás. Egyszerű. Egyeztessük az óráinkat, titkár úr. Most. 7 óra 30. Egy óra múlva kezdődik a részvénytársaság ülése az elnök úr lakosztályában ott. Senki ne zavarjon bennünket, vacsora pedig az ülés után 9:30 pontosan. Igenis, direktor úr. A másik vacsora pedig az ülés előtt 8:00. Másik vacsora? Milyen másik vacsora? Már bocsánat, a vacsora pezsgével, amit az elnök úr rendelt. Miféle vacsora ez és kinek? Miféle vacsora ez? Kinek? Ez szigorúan bizalmas jellegű magánügy típusú. Szigorúan bizalmas jellegű magánügy típusú. Köszönöm, titkár úr, végeztünk. Köszönöm. Na, ide hallgass, Pierre. Igen? Nem, mintha az eltelt 24 óra alatt égető szükségem lett volna rád, de megmondanád, hogy hol bujkáltál egész idő alatt? Hol voltál például tegnap délelőtt? Komissiózni Colette kisasszony a kámban. Délután? Kirándul Colette kisasszony a Nizzában. Este? Moziba. Kivel? Talápti. Colette kisasszony. Nyertél. Ma délelőtt? Megint komissiózni. Colette kisasszony a kámban. Ha tudod, miért kérdezed? Miért? Mert nézzük meg az érem másik oldalát is. Te tegnap felvettél tőlem 150 000 frank előleget a leendő elnöki fizetésedre, igaz? Miért? Elnöknek az nem olyan sok. Igen. Kérdeztem, hogy minek az a rengeteg pénz, azt válaszoltad. Magánügy. Igen, alig, hogy felvetted, sürgős elintézni való támat magánügy. Pezsgős vacsora ismeretlen célra ismeretlen egyénnek magánügy. Bocsáss meg! Még nem fejeztem be! Egy negyed órával ezelőtt elkapott engem a halban Lefebvre-né, ez a magas feszültségű pletyka vezeték. És azt kérdezte tőlem, hogy mit szólok én ahhoz, hogy a mi szeretett elnökünknek itt a szállodában van egy kis nője. Akinek hatalmas dobozokban ruhákat, ékszereket és egyebeket vásárol. Én Lefebvre-né őnagyságát sem hallgattam végig, téged sem hallgatlak végig, most viszont arra kérlek, hogy hallgass végig. Ha azt látom, hogy a hugommal annyit van együtt valaki, mint te, és hogy annak a kis butának. Bocsáss meg! Édes testvérek vagytok? Igen. Akkor nem értem. Tehát, hogy annak a kis butának életében először, hogy így fejezzem ki magam, tetszik ez az együttlét, akkor a minimum, amit az illető úrtól megkövetelhetek, hogy valamivel kevesebb bizalmas természetű magánügye legyen. Sőt, lényegesen kevesebb, kedves Pierre! Most Lucien, következő helyzet. Befejeztem, nem érdekel. Bocsáss meg, ezt most nem tudom ezt elmagyarázni, de mert eljön... Befejeztem, és nem érdekel. Akkor menj, küldve nekem ezt a hogy is hívják ott, na, akinek diktálni szoktam. Megint nem felejtettem a nevét, na. Soha nem jut eszébe a nevet. Claire! A főnök úr beszélni kíván veled, ha ugyan tud még beszélni. Lucien, lépj rá. Főnök úr! Na hát, kisasszony. A főnök úr, én már... Mindenütt kerestem órák óta, már egyszerűen nem tudtam, hogy mire gondoljak, szóval úgy hiányzott a főnök úr, de úgy hiányzott az egész részvénytársaságnak. Mi tetszik lehetem nézni, főnök úr? Valami baj van a ruhámmal? Sőt, éppen ellenkezőleg ez... Szavamra ez egész hihetetlen. Micsoda? Hát, hogy mire képes egy jó ruha? Igazán? Igen, igazán, mintha valami egészen ismeretlen és új nő állna előttem. Igen, főnök úr. És megvallom magának, hogy nem is gondoltam. Scusi! Hanno cominciato, Claire, il prossimo ballo, la signorina l'ha promesso per me. Scusi, signor Benedetti. Bocsánat, ezt én nem értem.
A következő táncot a kisasszony nekem ígérte. Igen, igen, csak nem most, bár... Perke! Perke! Már nem tudom, hogy nincs a főnök úrnak pillanatnyilag szüksége. Dehogy nem. Pillanatnyilag és üzletileg, ugyebár. Szóval, mikor jöhetek vissza? Másfél perc múlva. Maximum kettő. Na bene. Allora, mamma mia! Arrivederci! Tessék! Tessék, parancsoljon, foglaljon helyet! Tessék, parancsoljon! Foglaljon helyet! Tessék, parancsoljon, foglaljon! Előbb a főnök úr. Nem, csak maga után. Megfosztottam a táncosat, ugye? Bánom is én. Mit érdekel engem egy ilyen, és általában akárki, amikor itt a főnök úrral... Üzletileg. Igen. Nagyon, nagyon örülök, hogy tetszik a ruhám, és nagyon szépen köszönöm, főnök úr. Hát én köszönöm magának. Mit? Hát, hogy most eszembe jutott valami nagyon-nagyon szépet. A legszebbet az egész életemben. Igen? A gyerekkoromat. Gyerekkorát. Igen. Amikor még hittem a mesékben, hogy van egy gyönyörű szép hamupipőke, akit átváltoztat egy nagyon szép ruha. És aki egyszer eljön a királyfi. Hát én értem, még nem jött el. Soha? Senki? Nem. Senki. Soha. És miért? Nem tudom, főnök úr. Talán azért, mert arra, ahol én lakom, arra nem igen járnak királyfiak. Miért? Hol tetszik lakni? Én? Én egy furcsa kis görbe külvárosi utcában, ahol feltöltötték a járdát, és minden ház olyan, mintha földbe bújt volna. Minden ablakban virág van. És ezeken a kis ablakokon át besüt néha a nap, vagy bevilágít a hold. A hold? A hold. A hold! És az baj, főnök úr. A hold az nagyon nagy baj. A hold? Mert nappal még csak-csak, de hát mit tetszik gondolni, hogy...